Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Mielőtt elkezdeném ezt a jóslást, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás, jóslás asztrológiával együtt, kedvezményesen, akik megrendelik a hírlapot, azok élhetnek ezzel a lehetőséggel. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt ez a kép utal a nyilvánosságra. És a kereszt jelenti egyrészt a hitét, másrészt, amikor a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás a nyilvánosságon. A kereszt az jelenti a döntéseket is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez megjelenik a nyilvánosságon, tehát nyíltan beszél majd a terveiről. Hogyan érzi magát? Itt ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, és a kígyó a gyógyító erőd. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik. Vagy az is előfordulhat, hogy itt vannak most megújulások, és szeretne valamit változtatni a munkahelyen. Ez a kígyó jelenthet egy hölgyet is, és ez a hölgy úgy érzi, hogy nála le tud horgonyozni. Vagy a munkája miatt van együtt veled, mert ez a nő arra ügyel, hogy meglegyen a biztonság érzete, illetve hogy meglegyen nála az anyagi biztonság. Az is előfordulhat, hogy ő tervezi a válást, hiszen a kereszt jelenti a döntéseket, amikor lesz egy új irány. És mit fog tenni? A felhő itt olyan, mint egy fátyol. Valami még átláthatatlan. Viszont megvan a bizalom, hogy itt szerencse lesz egy szerencsés fordulat, és minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És akkor itt vannak a megújulások, a stabil párkapcsolat. Mi köt össze benneteket? A szerelem köt össze benneteket. Visszatérve a felhőre, a felhő az egy időkártya és fél évet jelent, hogy fél éven belül itt le tud horgonyozni, lesznek a megújulások, a gyógyító erő, a fontos döntések, a nyilvánosság, a szerencse, és ami összeköt benneteket, az a szív, tehát a szerelem. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!